Újra a fényes, egy újabb nap. A tegnap jött a rendőrség, mert itt állandóan buli van. Senkit nem érdekel, hogy itt egy falu van, ahol kinkeservesen dolgoznak az emberek a mindennapi kenyér biztosításáért. Nem érdekli őket, hogy ebbe a faluba az embereket ezekkel a zenékkel, ezzel a zajjal, ezzel a állandó bulival zavarják. Most van egy csapat. A tegnap volt egy másik. A tegnap előtt még másik. Ez minden nap, minden egyes nap, szinte a hét szinte minden napján, de főleg délutánonként, főleg a hétvégenként, ez így folyik. Több mint 15 éve. Senki nem tud rendet csinálni. Hallottam a falusiaktól olyant is, hogy aláírást sokat gyűjtöttek a falu csendének a visszanyeréséért, hogy a remetei primária csináljon rendet. Akkor, amikor fenyegetéseket kaptak, és akkor, amikor tehát a néptanácsnak gyűjtöttek aláírásokat, hogy nyugodtan tudjanak minden nap majd dolgozni, menni, és ne hallják ezt, amit itt a hátam mögött hallanak. Volt olyan helybéli rendfenntartó is, aki nem írta alá. Ilyen-olyan figyelmeztetéseket is kaptak. Úgyhogy ez egyáltalán nincs rendben. Egyáltalán nincs rendben. Lényegében mi semmi más nem akarunk, csak a falmunkba élni csendbe, és feltöltve az akkukat holnap munkába menni. Ez keveseket érdekel, ahogy hallják is. Igen, hívtuk az egyet-kettőt megint. Csak ez van egyelőre a kezünkbe. Lássuk, mi történik. Lássuk, mi lesz. Lássuk, hogy lehet ez, hogy minden törvényt fejülmúlva, minden törvényt latba vetve, minden semmit nem érdekelve ez így folyjon. Nap, mint nap, óráról órára, éjszakáról éjszakára. Köszönöm, újabb videókkal jelentkezem majd, és erről az esetről is be fogok számolni ezentúl rendesen. Köszönöm, ha kell, szólunk még a minisztériumnak is. Elég, betelt a pohár. Köszönöm.